Üdvözlök mindenki, Katamari vagyok, ez pedig itt a The Binding of Isaac. Még mindig a kihívásokat csinálhatjuk, de már a hatodiknál járunk. Ez szerintem egy gyors menet lesz, The Doctor's Revenge. Dr. Fetus képességgel kell neki esni a pályáknak, szóval ez igazából ennél könnyebb, elég nehezen lehetne. Na jó, nem mindig olyan nagyon könnyű, mint ahogyan azt gondoljátok, vagy ahogyan azt hangzik. De attól még kibaszott vicces lesz. Így a bombás dolog az egész, hogy megkönnyíti az egészet. Ja, egyébként random tény, hogy a Binding of Isaac-nek az intrójával nem tudok betelni. Tehát egyszerűen a zene, ami az a játék intrójában szól, az valami zseniális. Hát épp úgy, mint az összes egyébként, de az is. Szóval az a zene is egészen zseniális, és néha már ilyen ijesztő. Pont olyan, hogy egy horrorfilmben, játékban passzolna. Ó, oh, király. Na, ennek milyen nevet kéne adni, mert ez nem Angel Room. Angel Room az a bosszok után van. Ajaj! Úgyni. Na, az ilyenek miatt mondom nehéznek csak igazából. De akkor is mondom, hogy ezek a bombás képességek a legerősebbek, mert a robbanás az még a... még a Knight-okat is megöli. Tudjátok, azok az ellenfélek, akik a feje egyik oldalról be van vérve. Hát, csak hátulról lehet lőni, tudjátok, na. Elnézést kérek, most máshol asszociáltam. Sőt, nem is asszociáltam, nem csak máshol gondoltam egyszerűen. Többek közt arra, hogy most gazdag vagyok, bazd meg. Ó. Na, itt a titkos szobákról látjátok, ilyen könnyű meg lehet találni összeset gyakorlatilag. Ó, vámpír fiú. Megöljük. Igen, nem felejtettem el, hogy pókok jönnek ki belőle, de... most mégis mit kezdhetnék vele? Égvilágon semmit. Vagyis... ajaj! Igen, ezt éreztem, hogy ott annak a szívnek ott vége lesz. Tehát... így... pár másodperc alatt így is alakult a szituáció, hogy vagy a bomba robban, bombafejű robban, vagy pedig... hát vagy pedig a póknak megyek neki. És be is jött. Trollbomba? Az igen! Majdnem úgy öltem meg. Majdnem úgy öltem meg, hogy a bomba mellőtte a trollbombát. Hát csak így biztonság kedvéért kipróbáltam. Ja, amond vagyok szerintem, hogyha már úgyis olyan baszott gyors lesz ez a játék, akkor derítsük rá az összes szobát. Ó, oh, battery. De tényleg itt van nekem az a... az a Doctor's Remote. Ja, igen, szóval nem csak a Dr. Fetus van, jól van. Akkor a battery-t azt megszerezzük. De... nem az, mert ezt a képességet akarom használni. Észre se vettem, hogy ez a képesség megvan nekem. Komolyan mondom. Hanem csak simán. Becsinálom valami más, és akkor majd ott jobban használt fogom menni. Ígyni. Pont 4 darab pénzérme. És 4 penny. Pontosan annyi kő. Amúgy szelőrnek ezt a pályát most nem mondanám olyan nagyon nehéznek, tehát... ezt nem érzem olyan igazán szelőrösnek, vagy hogy fogalmazzak. Na. És valószínűleg ezt is dúdolni fogom, pedig először nem tetszett annyira. Mondjuk azt, hogy mindig vallom, hogy a basement zené az jobb, mint a szelőré. Szóval ahhoz egyetemen kétség nem férhet. De ezt is kezdem megkedvelni, főleg amióta... ó, bocsánat. Elnézést kérek, most nagyon szarul hangzott, csak... egyszerűen igazítottam. Na, ki lesz az ellenség? Oké. Okay. Na, hát tudom is használni a képességet. A fene. Ezzel eléggé mellé fogtam. Nem, hogy bombák úgyis kinyírják. És elfelejtettem, mit akartam mondani. Na, ugorjál, nem ugrik. Hát de nem igaz, hogy mindet elbaszom. Na, azért mégsem mindet. Mondjuk ezzel a képességgel óvatos vagyok, mert egyszer
előfordult olyan, hogy amit felvettem a képességet, azonnal a falnak lőttem a bombát és kinyírtam magam. Na, tovább. Ja igen, egyébként újra van nápolyi, úgyhogy folytatom a nápolyi elvést. Olyaj. Természetesen csak moderált mértékben fogom a levést folytatni, mert mégsem videóba illik. Egyébként sem illő meg minden. Na. A charge-ra gyorsan, mint gondoltam. Így. Így aztán sok gyilkosságnak. Elkövetője lehetek. Na. Piros hiár. Ó. Ó, nagyszerű. Oké. A Minecraft füle csákány nekem nem ér annyit azért, hogy most arra összegyűjtsek még egyszer ennyi pénzt, úgyhogy... Úgyhogy most nem jártunk olyan jól. Ajaj, legyek, akkor még szintén nem. Igen. Na, minden esetre akkor én tovább is állok. És ha megint szopjatok már ki. Ojaj! Dan 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 dan. Borzalmas vagyok emberek, egyszerre éneklek totál hamis hangon és eszek. És mint a videóba. Borzalmas vagyok, hallják meg. Ám baj, attól még lehet annyi effekt videóban, mint Horten Lionnak. Bár... az a mennyiség sem mostanában fog összejönni. Á! De belemozdultam nagyon. Ebbe is! Ebbe még jobban. Mennyis volt a szív? 2 cent? Hát mindegy. Nem kritikus még a helyzet. De megvan ez a robot unikornatak képesség is. Ez a chariot, azt csinálja. Végre megjegyeztem, értitek? Talán mégsem vagyok olyan borzalmas. Állandóan feledékeny és szétszólt és szórakozott Katamori bácsi végre megjegyzi azt, hogy egyik kártya mit tud. Ó, Larry. Na, ez gyors lesz. Ez gyors lesz. Vagy mégsem? Nem baj, megoldjuk, figyeljetek. Azért pont a Leriknek állt a legjobban a bomba. Ennyi. Devil Rumosonos nem kaptam meg, de van MÖLT! Jó van. Ó, oh, KFX-el. Ennek örömére még egy nápoly. Jó. Már a harmadik. Tudom, de nem számít. Oké, okay, jól hallunk. Na, már kevésbé jó. És legalább a bombák, hogy fennakadtak. Ez azért jó. Így. Hát, tehát sikerülni is fog ezeket a helyeket megcsinálnom sérülés nélkül. Na jó! Ennyi. Erről ennyit. Erről ennyit. Igen, kb. Ajaj! Szar van a palacsintában, gyerekek. Jó, mindegy. Ennyi. Egy megvan. Ott meg lesz még egy. Nem lett meg. De ez meg lesz. És meg lesz az is. Hú. Na mindegy. Az azért vicces volt. Oké. Dupla bomba nincs kioldva. Most már nem is lesz. Nincs is olyan nagyon nagy szükségem. Valami új képesség nem ártana, azért megmondom őszintén, tehát... ettől a távirányítós tűztől nem vagyok annyira... elájulva. Itt a távirányító meg az ott a kifejezések miatt azt hittem, hogy a... Dr. Wu című sorozatra akar utalni. Nem pedig a Dr. Fetusra. Hoppá! Mi az ilyen... szent kis.
Nem is tudom, mi is volt a neve, de ilyet nem is láttam a sorozatban egyébként. Szerintem legalábbis, hogy jól emlékszem. És egyszer valaki azt mondta, igen, de egyszer volt, igen. Azt hiszem egyszer volt, és nem értette, egyik nézőm kérdezgette, hogy mi az, én még mondtam, hogy én el sem tudom képzelni, hogy miről beszél, mert nem értettem, hogy Isaac arcú. De lesz, hogy igen, mert sír, azért hívják Isaac arcú Gisnek. Vagyis nem Gisnek, én hívom Gisnek, mert a Gisre hasonlít. Ó. Oh. Szerencsés, Mori. Ó. Oh. Felvegyem? Ó. Oh. Gupi farka. Annyi van odaírva, hogy cursed? Most ez mit jelent? Mit csinál? Lefelé is látja ezt ugye át. Ajaj, azok nem szerencsés. Nem baj, majd én azzá teszem. Ennyi. Most ezt igazából nem veszhetném egy olyan nagyon szerencsés mi az játéknak. Ez egyszerűen csak challenge alkalmából csinált, és hát mégis ezzel a képességgel elég nehezen lehetne rossz játékot csinálni, játékmenetet csinálni. Mondjuk én talán még arra is képes lennék, de hát igazából nem tudom. Hát azért, hogy egy ilyen képességgel azért kevés ellenfél okozhat komoly fejtörést az embernek. Na mondjuk az ilyen csapatok talán, vagy nem. Kapásból, hát egyetlen lövéssel lefeleztem a képernyőn lévő szörnyek számát. Sőt, ilyen 57-8%-kal csökkentettem. Mert 7-ből 4-et megöltem, tehát többet, mint a felét. Oké, okay, viszont most már jöhetne a vége. Legalábbis az a nyambad shop. Á, faszom. Ó, az, hogy gyönyörűen be a szájába. Na. Na? Úgy! Karaj. Igazából az a one shot, one kill dolog miatt olyan nagyon csúcs. Azt ott egyből meg lehetett volna egyből, lehet ehhez kettőből lesz meg. Sőt, összesítve igazából csak háromból. Á, faszomat már, minden eltalál még így is. Jó, végülis, hogy ezt a játékot újra kell kezdeni, azzal sem járok olyan rosszul, mert ez baszott jó, imádom csinálni én is. Ájjáj, hogy ezek rám mennek? Na mindegy, pont 15 érme, pont a shop előtt. A jelenések könyve! Király! Wow, ez most jól jött nagyon. Ennek körülmény még egyszer nápaízok. Nézd mi? Sír? Most bunkóbasz ezek és beszélni is volt közben. Négy fiú, akkor nem is állnak olyan rosszul. Úgy, az is meg lesz ott. És ennyi. Két bomba, jó van. Ó, meg Chad. Nagyszerű. Itt az időre mehetes bombával a kicsi Chadet. Vicces az, hogy Binding of... Vicces az, hogy Super Meat Boy-ban aránylag könnyű bossnak mondható Chad. Itt meg azért... nem. Tehát azért meggyűlik baj az embernek vele, főleg mert ugyan sírja, egyre kisebb és gyorsabb. Ugye referencia gyakorlatilag a halálára. Super Meat Boy-ban, bár láttuk, hogy nem halt meg igazából. De a fisztula megfog. Tényleg a fisztulának van valamilyen bármilyen köze a korábbi meg minden cuccokhoz, játékokhoz, képregényhez, akármi. Érdekes, hogy meg tudok holni. Az elképesztő, hogy olyan egyszerű a rajzolás az egésznek, aztán mégis olyan egyedi és állati az egész. Bár lehetett látni egy ilyen timelapse videót Macmillan egyik csatornáján, hogy készített egy ilyen Binding of Isaac-es képet, vagy borítót, vagy ami az hasonlót egy újságnak, ha jól tudom.
és... Ó, király, tabletták. És ahol látszott, hogy azért, hogy... Ó, Tirzan kurva anyád. Ó, Tirzap, jól van. Cseri ott még mindig itt van. Tirzap és egy telepilsz. Akkor ezt megtartom következő pályára szerintem. Á, fenébe, ide kellett volna Cseri ott. Tudhattam volna. És sejtettem volna, hogy itt lesz majd. Most szóval azt akarom kinyögni csak, hogy csinált egy ilyen bolyítot, ami újságnak, vagy valami. Macmillan. És azért levideózta a timelapse-t, hogy elkészíti. És azon azért ott látszott, hogy nem egyszerűen pár vonalban rajzolja meg, hanem azért elég komolyan nekiáll a rajzoknak tervezni, meg mindent. Tehát egy kézi rajzot rajzolt át Photoshopban, vagy valamiben, nem tudom. Nagyszerű. Necropolis. Felepilsz. Ó. Oh, király. Shophoz. Ja nem, ez a könyv. Könyvtár. Ott van egy ilyen kis kölyök, akkor neki segítünk szerintem. De nem most. Ó, és meg neki is. Elfi, ahogy akarod, tényleg. Csak legyen rá elég pénz. De nem. Anyától picsájának segítek én. Akkor inkább most gyorsan kinyírom a gecibe mind a kettőt, aztán bezsebelem a bónuszt, ami miatt kapom az Evil Roomot. Vagyis Devil Roomot, mert jár azért Devil Room. Nagyobb esély, hogyha ezeket a kis fegotokat kinyírjuk. És még a szíveim is feltöltöttek. Kurva jó. És még egy kulcsot is kaptam. Nagyszerű. Hogy tényleg az apa kulcsa képességet nem is szedtem fel még soha, pedig már 30-valahány rész óta tolom ezt a World of the Ember szériát. Ah, háború. Hé, mi a lófa? Háború volt ki, vagy ez a hódítás? Ezt mégis hogyan? Ó. Oh. És attól jó maga, hogyan sérült most? Várjál. Attól jó most miért sérült? Á, mindegy, nagyszerű. Akkor ennyit kb. A Devil Roomról. Mindegy. Megérte. Jól lerövidítettem legalább a Necropolis 1-et. Aranykula! Ritkával, hogy aranyból van a szarod. De ha igen, akkor örülj neki. És mi a... Nem robban fel a bombától? Nem robban fel a... Nem robban fel az aranyszar a bombától. De. Hát mondjuk elég strapabíró azért, mit nem mondjak, tehát... Komolyan ez kiszart, aki He-Man? Vagy nem tudom tényleg. Jókaiból az aranyember? Nem tudom tényleg. Ez durva, hát hányban már neki küldtem, mire felrobbant? Jaj. Hát most majdnem én robbantam fel. Komolyan ez a... Az a féreg ott a fejben, a... Elálló szemeivel a susokos, mockos Brandonra emlékeztet. Nem tudom miért, de ez tény. Ajaj. Ó, váljunk csak. Nem ajaj. Végre méltó ellenfélre találtatok. A büdös kurva anyátokat. Ez már erő, gyerekek. Vagy meg ez már erő. Na akkor. Jó, nagyszerű. Hát tulajdonképpen ők is méltó ellenfélükre találtak, mert... Andy baszakodta fel a máleget. Ennek a hülye maszkok. Lenne egy lyukasgarasom alól, hogy még a Metcalfin fényút is könnyű szőleg kinyírnám így. Mondjuk attól óvjon meg engem a kibaszott játék, hogy vele pussak össze. Na! Büdösget ölni. Nagyszerű. Aha! Csed és Csab. Összefutom mindkettőjükkel. És ott az, hogy nem ment be a szájába. Ez... Jó, persze ezt így fura lett volna megcsinálni játékban ténylegesen, de... A valós logikáit most azt kívántam volna meg, hogy... Bemenjen a szájába a bomba. Nagyszerű. Inkább aki érte baznék bombát, jó van. Oké, hát tessék lesznek 20 percen belül, de azért próbálkozok. Ja nem, haza most haza próbálkozhatok. Ojaj!
És abban mi van? De csak szív. Hát mondjuk, ha itt sokat baszakodok, akkor amikor még szükségem is lehet. Vagy nem. Úgyni. Imádom ezeket a zöldfejes szobrokat, tényleg most már. Komolyan mondom, eljutottam odáig, hogy megimádtam őket, mert kinyírják a saját szövetségeseiket, bár nem tudom, egy ilyen világban lehet, hogy nem azért támadnak meg engem a szörnyek, mert el nem szövetkeznek, hanem mert tudatosan, ösztönösen gonoszak és vért akarnak, meg enni akarnak, meg minden, tudjátok, mint az állatok. Tehát akkor az is lehet, hogy ezek a lények kinyírják egymást végül is. Olyan baszott nagy szövetséget, egységet nem látok köztük, én sem. Hát nem igaz. Igen, persze, oda még akkor már egyből támad a büdös kurva anyját? Igen. Igen, gyerekek, azt úgy nevezem, tényleg, bazd meg. Wow. Nem is kéne wow-oznom, mert annyira nem lep meg. Ja, annyira nem is basz fel, csak ez így nevetséges, értitek? És arra is hajtottam, hogy nem néz ki tudom, hogy én igazából, hogy ott a levegőben lóg a kötél. Nem a levegőben lóg, hanem a plafonon, csak a plafon nincs ábrázolva, a játék van, ugye? Na. Elnézést megint, hogy itt köhögök, csak rám jött. Ura! Hát azt hiszem, az meg fogott állni. És megsérülök miatta. És még mindig hadarok, tudom, tehát nem tudok leszokni róla. Főleg, amikor az ilyen kis széljegyzeteket mondom el. Ó, gyönyi. A bomba még mindig nem igazán hasznos. És akkor ott is volnánk. Jaj, kőnek néztem a kulcsos követ. A faszom! Ha, jó van, mindegy. Iránymutár, tudjuk le gyorsan az egészet, amondó vagyok. Beküldök a szemgolyójába egy ilyen szart, aztán nekem itt nézelőzhet, mint boldozói kapura. Na mondjuk az így nehezebb tük, igen. Le is fáztam egy kicsit. Az ott időzítés volt a kurva életbe! Hú! By the way, családom roppant boldog lett, hogy én tüvöltözök, miközben csinálom a videóimat. De nem baj, ezek az érzemkitörések meg az... megérik szerintem. A kis kockázatot, hogy... megújják az üvöltözésemet. Na azon most nem volt időzítés, nem láttam, hogy ott jön. De eltaláltam, így is meg király vagyok. Azt is halljátok, hogy még mindig a kék szívek megvannak? És már mindjárt végzek. Annyira mégsem mindjárt. De. Király. És akkor most vége van, hogy itt is tovább kell mennem. Ajaj, tovább kell. Hát akkor jó van, Squeezy. És a Polaroid. Meg ez a képesség. Így már aztán büszkén mehetem tovább a bomba. Még a Curse of the Lost-tal is. Á, faszom! Azt a másik irányba megy. És még ott van a... Nem, most már nincs. Katamori bácsi mókatára. Ajaj, szent pióca. Nem baj, a piócák itt elfelelőkre találtak, mert belebaszom a faszapó szájukba a bombát, aztán tapadhatnak. Ó, király. Több pénz, most már sokra nem megyek vele, de nem baj. És akkor itt van még ez. Ó, Betrip, anyátok picsáját, azt. Opa, na oda az ott nem ér sokat. Ide annál inkább. Ide Detto. Bár ez nem volt egy rossz jó lépés. Kész. Na, így már jóval könnyebb, tényleg, gyerekek. Itt talán még a sehot is meg tudom csinálni, ami egy csend esetén elég érdekes lesz, mert halvány lila segédfingom nincs arról, hogy mit fog történni, hogyha... Á, faszom. Szóval segédfingom nincs arról, hogy mi fog történni, hogyha megcsinálom egy challenge-ben. Se volt. Pénz, pók. Ugye az többes szám már.
Dungeon, csak az érdekesség kedvéért. Na ezért nagyon megérte fél egy kulcsot feláldozni, igen. Na? Csak megcsináltam, oké. Okay. Újra. Csab. Nem probléma igazából, nem téma már az a... Meg ha már csinált is kinyíltam, meg Csabot is már egyszer, úgyhogy most... Két Csabot nyírok ki. Hát én most ott eszembe, hogy karácsonyra kellett volna írni egy Isaac karácsonyra 12 napján dalt. Hát, hogy Isaac karácsonyra a első napján mi volt, stb. Fiatok, talán már említettem. Ó, ez ilyen sokat bír? Mióta? Mióta anyád pilóta? Na. Az már nem bírt, de még bír. Hát nem igaz, bazd meg. Na az már tényleg nem bírt ebbet, és szerintem már lesz se. Hát de bírja, bazd meg. Ilyen lófasz. Mindegy. Még egy bedtrip tabletta. Sokra megyek fel a gyerekek, úgyhogy... Muszáj még egyszer nápaíznom, tényleg hát. Egyébként csak ünnepeltem, ahogy eljutottam Uteróba. Na? Good job. Ó, szopjatok ki, légy szíves. Köszönöm. Úgy. Egyni. Vagy inkább kéne egy levelet írnom, hogy kedves Evil Mask csapat, a kurva anyátok. Szeretettel, Katamori. Egy. Na, pénz, nem szedem fel, tudjátok, hogy nem érdekel, nem szedem fel. Mi a lófasznak hát. És akkor most itt mondjak tovább, melyen kedvem van. Egy. Megint ez nagyszerű. Várj csak egy percet. Ezt ki tudom cselezni ám. Figyeljé. Ennyi gyerekek, kibaszottul profi vagyok. Na. Elnős közül, hogy találnom a kölgök. De nem tetszik, hogy ilyen sokáig elhúzódik ez a hülye utáró. Meg azt sem tetszik, hogy azok ott vannak. És még az is ott van, nem az nincsen. Helyes, ez még itt van. Itt is lesz, ajaj, ki tudok szökni, király. Hát de nem igaz, csezd meg. Úgy mi. Na, csak túléltem. És egy fekete rádát kaptam. Ah, benne legyek kell, király. Friends till the end. És csak szíveket, jó van. Ez nem valami kemény, tehát... Hát ez így... Elég könnyű. Na! Úgy... A siessünk már egy kicsit. Arról hat anyátokat, jó van. Ezt nem felejtem el. Nem, de felrobbantom, most nincs kezdem szerencsén játékozni. Telepilsz. Na, az viszont kéne. Ah, jó van, ezért kellett, igen. Ezért nagy szükségem volt rá. Szóval van egy sejtésem, hogy ott a... túlvégen van a boss, tehát... Értitek? Hiába küldött vissza, nem jelenti azt, hogy ott bemegyek oda, és akkor ott is lesz a boss valamelyik... ágon. Az így túl gyanús lenne. De az ICB-ben a pályagenerálása annyira alapvetően nem gyanús. És hiába gondoljátok, hogy az nem az. Ó, oh, szép volt. Ennek különbére még egy nápoly. Na végre! Itt is volnánk. Ah, igen, a láncreakció. Nőnői volt. Na, a halál. Hú, de örülök neki, bazd meg. Ja, várjak azt, hogy félre tudom beállni a bombáimmal. Nagyszerű. Áú! Anyád picsája!
Benéztem nagyon. Úgy? Úgyni! Profi vagyok, gyerekek. Legalábbis magamhoz képest, az vagyok. Jó, ez megéri, azt mondom. Ami a Szent Grál HP... Jó van, ez megérte tényleg. Hát még repülök is a HP app mellé. Királyság. Ezek ellen a vérszájú kirkecik ellen pont jól jön a repülés képesség. Nagyszerű. Ó, és még kérszívet is kaptam utánpótlásként, gyerekek. Hát ez így kurva jó. Ó, piócák. Gyertek csak. Ouch. De gondolkodok azon amúgy, hogy akik még újak ebben a játékban, vagy legalábbis nem tolták olyan irgalmatlan ideje, mint időn át, mint én, azok biztosan nehezebben jutnak el idáig. Azért nekem is elég időbe beletelt, mire el tudom jutni a bombig, vagy akár csak a depthig. És... nem lehet, hogy esetleg páran azért nézitek ezeket a videókat, hogy lássátok, milyen eljutni odáig? Mert ti nem tudtok. Most nem, senki, nem alábecslés, hogy támadó jellegű megjegyzés, hogy akármi, csak komolyan kérdezem, van esetleg olyan, aki azért nézi, mert neki nehezére esik eljutni esetleg idáig? Ilyen gyakran? Én nem feltétlenül senki alapvetően rosszat. Jó, aki bebizonyítja, arról igen. De alapjáraton... nem. Értitek. Szóval igazából nem is tudom zárt szerintem azért. Én meg tudom csinálni akkor. Oh! I don't share your greed. The only card I need is the ace of spades. The ace of spades. Oh, apropó, Lemmy Krimister bácsinak pont Kalács napján volt a születésnapja. Tettem is egy nagyon érdekes, de őszinte megjegyzést, hogy a karácsony alacsonyan csak az ajándékozásról szól. Elfelejtünk a karácsony igazi lényegéről, a legfontosabb dologról, Urunk és megváltunk születéséről. Ezúton kívánok tehát boldog karácsonyt és boldog születésnapot Lemmy Kilmisternek, a Motorhead frontemberének. Értitek? Ha meg nem, akkor majd elmagyarázom. De persze kommentben majd írjátok le, hogy most ezt akarjátok, hogy elmagyarázzam, mert igazából amennyi videót csinálok, már elfelejtem, hogy melyikben mit mondok. Persze a minőség attól még változatlan, értitek? Oh! Loki! Nice to meet you. Új pillanat, meg kell állni. Jó, végül csak piti szünet volt, ha menjünk is tovább. Néha egyszerűen muszáj szünetelnem, de ezt általában kivágom. Oh. Loki sem húzza sokáig, ha jól látom. Ő nem tud teleportálni, jól mondom? Mi az, hogy még egy sáv? Kicsi sok itt a boss harc, gyerekek. Milyen véletlen, pont a videó előtt hallgattam újra az Ace of Spades nevű dal. Tehát egyszerűen ez nem lehet megújni, az a rendet, amivel indulnak az egész, hogy mindenestül. Zseniális dal, tényleg. Még azt is egyébként agyon lehet hallgatni, tehát túl gyakran, túl sok szémá ember, már túl a fülén folyik ki. Én is voltam egy pár számmal. Például az Iron Maidennek a Transylvania nevű instrumentáljával. Még csak az a címe, hogy Erdély, hát hogyan hallgatnám magyar létemre? Bár... de most lehet, hogy egy kicsiseket csináltam a számból, bizonyos okok miatt. De ezt nem akarom észrevenni, mert... jó, hát igazából röviden annyi volt... és legalább legyen egy beszédtéma, hogy... június 4-a a Szijatóbbinek az évfordulója, ugye? És én kiírtam valamilyen más dolognak az évfordulóját egyszer régen még, és pont most ide június 4-én kiírtam valaminek az évfordulóját a Facebook oldalon, és megkaptam alá, hogy nemhogy beszélek, hanem másnak az évfordulóját ünnepelnéd. Vagyis nem ünnepelném, hanem megemlékezném, azért ami Szijatók Trianon igazából. Úgyis mindenki tudja. És hát én meg odaírtam alá kommentben igazából, hogy sajnálom, meg szomorodom, meg minden, de nem igazán érzem bennem azt az óriási turbo magyarságot. De ez egy bonyolult téma, azért nem akarom felhozni.
Lényeg az, hogy én magyarnak, magyar vagyok természetesen. Amit állampolgárság még ilyen hasonló tekintetében, de az még nem jelenti azt, hogy én most feláldoznám az életemet más magyarokért. Olyanokért, akiket nem is ismerek. Most ezt talán meg lehet érteni, tehát most az nekem nem egy olyan nagyon nagy motiváló erő, hogy megmentsem valaki életét, hogy egy nemzethez tartozunk. Hát attól még lehet szaralak, aki nem biztos, hogy lehet, hogy megérdemli, hogy akármi. Vagy egyszerűen csak én járnék szarulva, de megmenteném az életét, értitek? Most ez csak egy példa igazából. Mindegy, értitek aztán. Ezért nem akartam seget csinálni a számból, hogy ellent mondjak magamnak. Na, mindegy, nápolyozzunk! Hoppa! Két halak. Ezek is ellenfelükre találtak egyébként, csak megjegyzem. Már engem nem igazán fognak kicsinálni. Az is biztos. Hát, megint csak repülök, meg minden. Ó, oh, király! És még egy gyönyörű sángaszínű tornacát is kaptam. Egy pillanat! Lehet, hogy attól fogok én is aranyszínűt fosni. És majdnem! Ez nagy volt. Ezt lehet ki is teszem majd önálló részletként, mert ez... Ez nagy cucc. Na. Úgy, csak megcsináltam. Jöjjön már az a tetves kurva bossz. De nyilván már negyedik Csaba tölöm, hát. Rohadjatok el. A videó is kezd túl hosszúra elnyúlni. Nem baj, se volt, akkor is megpróbálom, mert mégiscsak bombás vagyok. És jó sok színem van. Na. Úgy van. El is repülök. Ajaj, 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 ajaj. Vagy mégsem? Úgy fest, hogy mégsem. Hoppa, azt valaki figyeli rajtam ki? Nem. Én nem figyelem. De úgy értem, hogy figyeli egyáltalán valaki, hogy mennyire hasznos most itt, hogy itt van ez a mit baj, mert én nem igazán figyeltem. Mennyit ér, hogy itt van. Á, faszom! Igen, nagyszerű. Na mindegy. Sorozom rendszeresen. Ebből én leszek a nyertes megint. Ennyi, hát nézd, de nyugodt megkurtam még háromszor, miatt visszahúzódott. Nagyszerű vagyok. Bár ezzel a képességgel nem is olyan nehéz, megmondom őszintén. Úgy? Agyini. Karaj. Aztán már Northern Lion is valahogy így csinálja. Ó, nagyszerű! Azon nem még annyi esélyük sem volt, gyerekek. Mint három lábú csúnynak az autópályán, geci. Most már lent is marad, kész. Ez gyors lesz. Mi tudjátok, mit jelent? Sehol, de úgy elmegyek, mint annak a rendje. És hogy még Angel Room is van. Na most itt elpróbálom egyébként, tehát hogy Angel Room sorba fog levinni? Szerintem igen. És igen. Értitek, a szent szoba levitt a legsötétebb alvilág legmélyébe, gyerekek. Hát ez kész. Ó, igen, már kezdik durulni a situation. Már innen látom, hogy ez kemény lesz. Nem is jártam már itt mióta, úgyhogy... Akinek hiányzott, az örülhet neki. Elni. Kész, gyak, ezt meg fogom csinálni szerintem. Ajaj, na, azokat ne, azokat ne, azokat utálom. Utálom, bazd meg, de utálom őket, fú. Egy. Egyenesen le. Ó, nagyszerű. Ájjaj, talán mégsem fogom. Itt az, hogy a sérülés az kvázi elkerülhetetlen. Most itt lenyom azt a hülye kubetűt is véletlenül, aztán
Megszívom, mint a torkos barc. Úgy. Viszont már 5 szobát túléltem, gyerekek. Ez? Ez sok. Tényleg, hogy akkor legyen kis aktivitás is így a kommentekben. Érdeklődnék most, hogyha elkezdtem nézegetni itt a koponya mintákat, meg minden. És elkezdtem azon gondolkodni, szerintetek... Mik azok a... Hát milyen stílusban lehetne még ilyen szinteket, rumokat csinálni? Tehát mit kéne a falra tenni, ami esetleg így beválhat? Meg a padlóra, ami így szép lenne díszítésnek. Hogy nem biztos, hanem stílus, értitek? Na, itt is vagyunk már akkor. És monstrum sem kapott el. Én fogom őt elkapni. Így. Ajaj. Anya picsáját. Most odabasz egy pár legyet, aztán kész. Annyit is ér. Mint a hülye legyei. Na, akkor jön a sátán. Teljesen felszerkezett, szerintem itt... Ez sikerülni fog. Hú, de régen harcoltam már a sátánnal, wow. Hogy is van? Először egy Folden. Utána akkor a... Akkor utána jön a sátán egy. Aztán a sátán kettő. Sátán, mi az? Első formája, aztán a második. Istenem, ezt azért is milyen régen hallottam már, pedig ez is állati. Úgy fennakad, király! Istenem, ezt azért annyira imádom, ezt is. A boss zenék itt jól lettek találva, tehát... Na, jöjjön akkor a sátánka. Á, faszom! Húha! Na, az ott elég necces volt. Mint ezzel kell nagyon vigyázni. Vagy mégsem? Tehát azért kérdezem, hogy a falnak menjenek neki a bombák. El sem találom, bazd meg! Na most már eltalálom, úgy mi? És készen is van. Oké, akkor jöhet akkor a sátánka a final phase. Nem, már úgyis nyerni fogok. Vagyis nem tudom, hogy nyerni fogok, de én megpróbálok. Nem állok le. Már most beakadt a játék a sok robbanástól. Ajaj, mit csináltam? Wow. Ajaj, ez csúnya volt. Ez frankon meg lehet csinálva, hogy minél jobb asszapassa a játékos gyerekek. De meg fogom csinálni, bazd meg. Kész, ennyi volt, megcsináltam. Hú, az egy kicsit izgultam, megmondom őszintén. Na akkor nézzük meg újra ezt a intrót, és akkor addig nápolyízunk. Ezért megérte, azt nem tudom. De nem baj. Akkor vissza a ládába, és így folytatódik a játék a Wrath of the Lamb el. Azt hiszem legalábbis. És újra a stáblista. Ebben benne lesznek a Wrath of the Lamb versenyek, azt nem tudom. Nem, nincsenek, ahogy nézem. De ott vannak. Akkor tévedtem. Ott van az... Itt van! Ez volt az, amit láttunk előbb, láttátok? Az az Isaac-es kis. Hogy hívjam? Szent kis, a sírófejű szent kis. Jézus. Kis. Jézus. Ez geci szar volt, tudom. Mintegy, gondoljatok rá pozitívan, 45 perc is vége, 45 percet végre lett a videónak. Vagyis nem lesz annál hosszabb. Vagy de, mert a boss elég hosszú, mert a boss sorolása. A Carrion királyon is a Dovrecht. Hú, de régen láttam ezt az intrót. Loki, Mescoffin Fémi, Teratoma, Daddy Longlegs. Hú, de megszívtam ezzel a szar. Az a rendszer!
Jó van. Nem messzed meg 4 perc alatt. Hát akkor sajnálom. Viszont itt tényleg benne van mindenki. Mondjatok bele. És Isaac. Ennyi. Akkor legközelebb jön a következő kihívás, a Meet Forever. Ha jól gondolom, akkor még menni fog a Super Mario végigjátszás, amikor azt megcsinálom, úgyhogy kurva jó. Pont egybe fog esni a Super Mario végigjátszással. Nagyszerű. Na de addig is én búcsúzok. Katamori voltam, ez pedig a Binding of Isaac. Legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!